vigasztalni a fiát, úgy vigasztalak én titeket. Nagy a mi Urunk és igen erős bölcsessége határtalan, támogatja az Úr az alázatosokat, de polig alázza a bűnösöket. Az Isten félőkben gyönyörködik az Úr, azok vannak, akik az ő szeretetében bíznak. A 147. Zsoltárnak a gondolatai ezek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztusról. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 262. dicséretet énekeljük. Itt van a kis ületének a hátulján, így kezdődik ez az ének. Nagy Istenem, ha nézem a világot, melyet teremtett szent legyen szabad, ha így félben millió lény látok, kiket igazodat táplálsz egymagad. Szívem felé bújjon örömtele, bíj nagy vagy te, bíj nagy vagy te. Ezzel az énekkel kezdjük Isten tiszteletünket. Thank you.
van-e valakinek valami. Mindeneket Gyuri bácsit köszöntjük. Hol van Gyuri bácsi? A jó Isten kérlek, csak 97. születésnapján még sokáig örömünkre kell még, hogy még sokáig itt legyen velünk, úgyhogy köszönjük, legyen szíves. És Kárikáért imádkozunk, mert szegény a karját törte, Klári nincs itt, úgyhogy imádkozunk Báriért. De jól van egyébként. Szeredi Péter küldött megint egy kis írás, sajnos úgy nem tudok Isten tiszteletre menni. Szeretnék hálát adni azért a sok szeretetért, amit a gyülekezetből kapok, és kérlek, imádkozzatok a családodért és a betegeink gyógyulásáért. Köszönettel Péter. Igen. Közben egyrészt, a másik pedig, hogy a tranzitzóna ajtajának a nyitogatása az veszélyt jelent, és ezért nem engedik, hogy mi a tételt szállítsunk, hát ezért keressük a módját mégis annak, hogy lábatlankodás és ajtónyitogatás nélkül a menekülteknek segíteni tudjunk. Aztán azt is mondani szeretném a gyülekezetnek, hogy a múlt héten temettük Bognár Péter édesanyját, őre emlékeznek talán a testvérek, Bognár Sándorné temetése volt a múlt héten, és gyászolják őt a fia András és Péter, és két unokájuk, Bende Húz és Szonya. Ők szoktak itt lenni a lyukájukkal, a kukájukkal, emlékszem, tehát két aranyos eleven gyerek. Áldja meg az Úr, hogy eltávozott nővérünk emlékét, legyen azon áldás és a vigasztalás békességet a családnak. Jutottunk Mécses fiú, akkor tegyük meg. És az örökű városság fényes legyék neki.
átélni, és főleg Peti Diamér, aki tegnap este ment vissza Belgiumba dolgozni, nagyon sokat gondolok. Családos táborban 96-an vannak ott, hogy voltak. Családok, gyerekek, felnőttek, idősek együtt, és helyes társaság, amikor ott voltunk, épp felváltak egy gyereket egy méterütővel, fel kellett menni, bevarratni a fejét. Lukács evangéliumának a 18. részéből olvasunk egy szakaszt. Lukács evangélium a 18. részéből a 9. versről olvassuk az igét. Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy igazak, és a többieket semmibe sem vették. Ezt a példázatot is mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, és a másik vámszedő. A farizeus pedig megállván hívódon imádkozott magában: Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő, és bőtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván még szemét sem akarta az égre emelni, hanem verte mellét, mondván: Isten, légy irgalmas néked bűnösnek. Mondom néktek,
Ez megigazulva ment alá az ő házához, inkább hogy nem amaz, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Álljunk fel és köszönjük. Mindenható és örökké való Isten, mennyei édesatyánk, most amikor megállunk előtted és hálát is mondunk, akkor nem azért akarunk téged dicsérni, mert különbek lennénk másoknál. Tudjuk, hogy valamennyien gyarló, bűnbehagyva a természetünk és a te elvárásaikkal szemben oly gyakran kritikusak és engedetlenek vagyunk. A jót akarjuk tenni mindazonáltal, de azzal az alázattal, amivel tudjuk, hogy honnan jöttünk, és ha gondoljunk most azokra a testvéreinkre, akik küzdködnek az életben maradásukért is, akár akik olykor bűnöket kénytelenek elkövetni azért, hogy valahogy élni tudjanak az ország szegélyebb részein, nem a bűnnel szemben, hanem velük szemben akarunk megértők és irgalmasak lenni. Könyörülj rajtunk, hogy megszabaduljunk a farizeus mutatástól, és a másikat egymást önmagunknál különnek tudjuk tartani. Judittal szeretnénk valamennyien együtt hálásodni Julka bácsiért, vár meg az ő életét. Köszönjük, hogy itt lehet közöttünk, és vár meg kedves párjával, Antoni asszonynal együtt. Szeretnék Péterrel együtt gondolunk a családjára, a betegekre, Bencére, Enikőre, Ági nénire. Te segíts meg őket, és áldják Péter egész családját, Klárikáért imádkozunk, aki a kezét törte, segíts meg őt, tudunk Irénke családjáért, főként Tamásért, és az unokákért kérünk téged. Máriával együtt imádkozunk a testvéreiért, Ferencért, áld meg a családot, vigasztalt meg őket, és Ámi Ferencnek az emlékét kérjük, menekültekre gondolunk, segíts meg bennünket, hogy szolgálatunkat tudjuk folytatni közöttük, és hogy emberi körülmények alkulhassanak ki a határok mentén, könyörű politikusaink, amit nem szállják fel az emberek nyomorúságát. Fognál Péter édesanyjára gondolunk, áll meg az emlékét, és vigasztalt megkérünk a családot, a fiúkat és az unokákat. Edében Laux Józsefre emlékezünk, köszönjük, amit rajta keresztül a zene hatalmával adtál mindannyiunk számára. Áld meg emlékét és vigasztalt a családtagjait. Ezes nénével, unokatestvérére, Julára gondolunk, hogy segíts meg és erősíts meg őt Katikával, családjára, mondjuk, főleg Petiért, imádkozunk, hogy őrizd meg az úton, hogyha újra most kiment Belgiumba. Antóniában szeretnénk békességet kérni a család és az ország számára, a társadalomra egyaránt. Sárikával, Ilonára gondolunk, aki kezdi megszokni a helyét. Az otthonban gyógyulás helyet kérünk, és közben megköszönjük a gyönyörű időt, a jó termést, a füvek, fák örömét az esőnek. Ittes nénivel áldást kérünk a helyszín lévő családi táborért, és gondolunk különösen Benkére, aki balesetért. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szeretessége a te neve. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
foglaljuk el a helyzetet, és miközben az 570-es viszont elérhetésére, hát akkor kérem, hogy a fiúk jöjjenek ide ki még egyszer, nem várjuk meg a később elég, hogy a többiek megjelenését, mert Kárpont tudjuk őket is nem tisztelt lényi. Aki fiú, az elküldte azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát, aki bemennél hozzá, mondta neki, két ember volt egy városban, egyik gazdag, a másik szegény. A gazdagnak felette sok juhai és ökrei voltak, a szegénynek pedig semmilyen nem volt, egyéb egy kis nőstény bálánykájánál, amelyet vett és táplált, s
felnevelkedett nála gyermekével együtt, saját falatjából evett és kohárból ívott, és keblén aludt, és néki olyan volt, mint egy leánya. Mikor pedig utazó vendége érkezett a gazdagnak, sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy a vendégnek ételt készítsen belőle, aki hozzáment, hanem elvette a szegénytől az ő bárányát, és azt főzette meg a vendégnek, aki hozzáment. Akkor felgerjedt Dávid haragja az ember ellen, és mondta Nátánnak, él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, aki ezt cselekedte. Bárányért pedig négy ennyit kell adnia, mivel hogy ezt művelte, és annak nem kedvezett. És mondta neki Nátán, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izraelnek, Istene, én kentelek fel téged, hogy király légy Izrael felett, és megszabadítottalak téged a Saul kezéből. És neked adtam a te urad házát, és a te uradnak feleségeit, a te keveredbe. Ennek felette neked adtam Izraelnek és Judának házát, és ha még ez kevés volt, ezt és ezt adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úrnak beszédét, oly dolgot cselekedvét, de jutálatos ő előtte. A Hiteus Uriás fegyverrel ölted meg, és az ő feleségét magadnak vetted, feleségül magát pedig az Ammon fiainak fegyverével ölted meg. Most azért ne távozzék el a fegyver soha a házadból, mivel megutáltál engem, és a Hiteus Uriás feleségét elvetted, hogy feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, én éppen a saját házadból bocsátok rá csapásokat, feleségeidet szemed láttára veszem el, és adom most felebarátodnak, és hálát a feleségeiddel fényes nappal. Mert te titkon cselekedtél, de én az egész Izrael előtt, és napvilágnál cselekszem azt. És mondta Dávid Nátánnak, végfeszem az Úr ellen. És mondta Nátán Dávidnak, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni, mindazáltal, mivel alkalmat adtál, a gyalázatra az Úr ellenségeinek a dologban, a te fiad is, aki lett néked bizonyan meghal. Ezek után elment Nátánnak az ő házához. Eddig olvassuk a Szent Igét. Kedves gyülekezet, egy botrányos történet egyik részlete a mai igénk, és nem vagyunk könnyű helyzetben, amikor ebben az igében ezáltal az ige által kell az üzenetet a magunk számára megtalálni. Sok kérdés vetődik fel. Az egyik, hogy előfordulhat-e Isten népe között, ilyen kiválasztott emberekkel is, hogy bűnöket és pedig minősített bűnöket követnek el. A válaszol, hogy sajnos igen, és senki nincs védőoltással beoltva a bűn ellen, és nem lehet a megtéréssel sem egyszer s mindenkorra a dolgot letudni, nem véletlenül küzd az ember minden nap a kísértések ellen, nem véletlenül folytat lelki gyakorlatokat a zsidó testvéreinknél a mindennapos, többszöri, hosszas imádkozás is többek között azt a célt szolgálja, hogy az embernek ne maradjon elég ideje arra, hogy a kísértéseknek megadja magát. A történetet ismerjük, a seregek távol küzdenek az ország érdekeiért, Dávid pedig heverészik és napközben kell felmustán az ágyából és kipillantva az ablakon. Meglát egy szép nőt, aki fürdik. Fantáziánk elkanyarodhat abba az irányba, hogy vajon ez a fürdőző nő tudta-e, hogy a királyi palotának a tetejéről rálátni az ő medencéjére, valószínű így volt, de Dávidot nem menti az, hogy valaki mintegy fölkínálta önmagát arra, hogy ebben a bűnben partner legyen. És a király tudva ugyan, hogy az egyik kiváló vitézének, Uriásnak a felesége, ez a nő engedve a csábításnak, viszont létesített vele, sőt az asszony terhes is lett ebből a kapcsolatból, akkor a király még egy alattomos dolgot próbált meg az hozatta a férjet, hogy hát ha azt a látszatot kelthetik, hogy a gyerek Uriástól
családból származik, már nem tudom, minden emlékedett rá, minden vörös hajú volt, és azonnal kiderült volna a dolog gyerek születésekor, valószínűleg, de hát Úriás vagy átlátott ezen a csapdán, vagy tényleg úgy volt, ahogy mondta, hogy hát ő miközben a társai kint a harca, ezért a földön alszanak és naponta kockáztatják az életüket, ő most menjen haza és örüljön a felesége övedő karjaiban, nem megy haza, de ezzel szerencsétlen megpecsételte a sorsát, mert Dávid egy gonosz levelet küldött éppen ő által a sereg fővezéréhez, Johannához, arra biztatva, hogy állítsák a legnehezebb helyre Úriást, és aztán, amikor erős a támadás, akkor fussanak el, előre hagyják cserben, és így működjenek együtt a halálában. Mikor azt mondja itt a proféta, hogy megölted ezt a te kitűnő emberedet, akkor ugye a mentséget mindig találó ember azt mondhatja, hogy de hát nem ő, az ellenség keze által esett el. Ilyen rafináltak vagyunk mindig a mentségek megtalálásával. Nem öl, csak öletet. Így történt valóban, hogy Úriás a vitéz katona maga maradt egy válságos pillanatban, és ellenségi túlerőn legyűrte. Hősi halált halt, Dávid pedig küldött egy képmutató üzenetet, hogy máskor jobban vigyázzatok a katonáinkra. Nem sok van belőlük, de azért csak fokozzátok a támadásokat, mert majd az Úr hiadalt ad, és tényleg hiadalt ad az Úr. Nagyon sok ilyen pillanat van az ember életében, amikor azt látja, hogy az egyik létkezik bűnkövetelés, és mégsem derül ez azonnal ki, illetve nem követi rögtön kudarc, mert eleve azt gondolnánk, hogy a dolog megtörtént, akkor veszítse el Dávid a háborút, és ebből derüljön ki, hogy úgy közben bűnös útra téve. De nem ez történik, sőt, képmutatás folytatódik, meghozzák a hírt, akkor nincs televízió és újság még abban az időben, de a hírek gyorsan terjednek, mindenki szánakozik, mindenki gyászol, és egy idő múlva mindenki áldani kezdi a királyt, legalábbis a naivak, mert hogy ő, Jákob több negyedség volt, nem lehetett özvegyi nyugdíjat kiutalni valószínűleg, vagy hadirokkal nem lehetett egy kis trafikot adni, mondjuk például szegény becsapénak, hogy mint hadi özvegy ott jövedelemhez jusson, hanem a király meglepően feleségül vette az asszonykát, a gyerek egy kicsit hamarabb jött, de hát ez előfordult a világban mindig, és a látszat az volt, és ki merte kétségbe vonni, hogy itt egy igazi felelős vezetőről van szó, aki mindenkiről gondoskodik, mindenkire vigyáz, mindenkit megóv az ellenségtől, és ilyen nagy vonalú a bajba jutottakkal és rászorulókkal szemben. Egyetlen kis rövid mondat van ott, hogy az Úrnak nem tetszett ez a dolog. Az Úrnak nem tetszett ez a dolog. És bármit is akarnak a földi hatalmasok elhitetni velünk arról, hogy nekik minden szabad és Isten mögöttünk áll, ez nem így van. Az Úrnak nem tetszett ez a dolog. És akkor van itt, abban a helyzetben másodszor ez a proféta, amit nem húzhatnak meg a mai proféták sem. Ebben megint olyan gyarlók vagyunk, mert nagyon sok kritika éri azokat, akik szóvá teszik a nagyoknak a csalásait, becsapásait, védkeit, korrupcióját és egyebeit. És általában azokat szokták sokszor még hívő emberek is ostorozni, akik szót emelnek az igazságtalanságok miatt. Na most hozzá kell tennünk, hogy egy hatalmast megszólítani, az nem sosem volt olyan egyszerű és természetes dolog. Azt nem lehet jól csinálni.
mert vagy azt várják a hatalmasok, hogy imádják őket, és dicsérjék értéktelenül, vagy hogy legalábbis hallgassanak, nem is akárhogy, arról, amit ők elkövetnek. Ne lepezzék le őket, mert jaj annak, aki kis zöld dossziét, vagy nem tudom én mit kezd lengetni, vagy kiáll az utcának valamelyik sarkára, és azt mondja, hogy na, ezt nem szabad megtenni. Azt minden eszközzel megpróbálják eltaposni alapvető jogait. Elveszik tőle, csuklóztatják, hogy egy mai szót használják a jogai gyakorlásában, akadályozzák, korlátozzák őket, és ezért az emberek százszor is meggondolják, hogy mondanak-e valamit. Pedig ilyen bűnös dolog ez szívő emberek részéről. Az a dolga egy profétának, mert hamis proféta lenne, hogy megmondja. Mert egy sokkal nagyobb úr előtt állunk, egy sokkal nagyobb úrnak adunk számot az életünkről, és az ő akarata hogy derül neki különben, ha valaki nem szólna. Nem csak a hit van hallás útján, hanem az igazság is egy olyan dolog, amit ki kell mondani. Aki nem mondott igazság, amit csak a szívünkben érzünk, és csak a legbizalmasabb magánkörben merünk róla hitet tenni, ez nem ér semmit. Ki kell mondani. És aztán nem szabad persze csodálkozni a következményeken. Akkor is, hogyha ez a történet nem erre illusztráció. Szóval ez a Nátán proféta elmegy Dávidhoz, és egy kis mását, egy mesét mond el neki, de olyan eleven színekkel festi le ezt a történetet, hogy Dávid meg van róla győződve, hogy ez igaz történet. Emlékszem, sok évvel ezelőtt még Spéczas névén mentem ma, hogy elhozom az Isten tiszteletről a felemenet, Jönc Árpádról hallottam a rádióban egy visszaemlékezést, és eszembe jut, hogy annak idején a Magina csapáros az egyik szilveszter körül egy szöveget mondott el Jönc Árpád hangján, most nem tudom melyik volt az, de olyan életűre sikeredett ez a dolog, hogy azonnal tiltakozó telefonok özöne állt az elnöki hivatal felé felháborodottan, hogy miket mondna a köztársasági elnök, annyira élethűre sikeredett a dolog. Hát Nátán elmond egy mesét, nekem az a meggyőződésem, hogy nem lehetett úgy szemtől szembe ennek a hirtelen haragú királynak szemébe mondani az igazságot, ebben talán igazuk van azoknak, akik azt állítják, hogy ilyen ügyben meg kell fontolni, hogy milyen más állva, bunyolálva mondjuk el az igazságot, és lehet, hogy ha szemtől szembe nyersen mondja a dolgokat, akkor az 51. Zsoltár nem csupán a paráznaság, hanem a gyilkosság bűne miatti panaszének is lenne, az is, de nem csak itt a súlyás, hanem Nátán is bánta volna. Nagyon élethű ez a mese. Egyszerű mese, és még csak azt sem mondhatjuk, hogy ilyen még soha nem történt meg ezen a világon. Ilyen nagyon gyakran megtörténik a világon, bárányt is elvesznek, még a báránynak a trágyáját is. Van, aki elveszi a földet, a báránya alól, amin a bárány legelt is. Nincs olyan nagy felháborodás, de itt a történet egy dúsgazdag emberről szól, nem vízvezetékszerelő volt korábban, de mégis sok juha páránya is egy lett neki, és amikor egy nagy vendége érkezett, akkor mégsem ebből a nagy nyájból vendégelte meg a fényes arcú vendéget, hanem elvette a szomszédja egyetlen bármelykáját. És még végig sem mondja Nátán a maga meséjét, amikor Dávidból kirobban az igazság szerető, ismerő civil felháborodás, szabad ezeket a szavakat használom, hogy halálfia az ember.
nem tartozik a halálos bűnök közé az, hogy valaki elveszi a szomszédja bárányát és főz belőle egy mirhabőrköltet. Ez nem halálos bűn. De mégis érezzük a király felháborodását, és nem szeretnék annak a birka bőrében, hanem a szomszédnak a bőrében lenni, amikor ugye a király most rá gondol, és perceken belül indul majd a hóhér, hogy fejét vegye ennek a gazembernek. És négyben itt kell fizetnie egy bárány helyett négyet. Ja, mózesi törvények szigorúak voltak e tekintetben, hogy a halálbüntetés nem járt ilyen dolog érdekel, a királynak ugye teljhatalma volt akkor. És akkor hangzik el ez a nagyon egyszerű folytatás, hogy te vagy az az ember. És én először ennél a mondatnál álltam meg, bocsánat, hogy ilyen hosszúra nyújtottam a bevezetést, te vagy az az ember. Hogy miközben nézzük a világnak ezt a hihetetlen aljas pörlését, ami van. Ki mit vesz el, ki hogy teszi a másik életét tönkre, ki mit rabol, hogy semmizik ki a nyomorultakat, és hogy nincs tekintettel a mozgássérültekre, az idősekre, az ország elhanyagolt térségeiben tengődőkre, a menekültekre, és aztán sorolhatnánk, nincs rájuk tekintettel, és az ember már nem is találja a szavakat arra, hogy a haragját kifejezze, és mond olyan életellenes szavakat is, amiket nem kell itt bemutatnom, mert rögtön mindenkinek van egy csokorra való lehetősége, akkor közben, ha egy pillanatra szünetet tartunk, hogy levegőt vegyünk a bírálat és a szidalmazás közben, akkor többetlen hallunk egy ilyen mondatot, hogy te vagy az az ember. És akkor megállunk és elkezdünk gondolkodni azon, hogy vajon szerencsés dolog-e ítélkeznünk, és hol húzódik a határ az igazságtalanság miatti szót emelés és a képmutatás között, amely csak a másik oldalon lévőnek a bűnét látja, és a magáét nem látja. És úgy érzi, hogy ő föl van mentve, mert ahhoz képest, amit a másik elkövetett, ahhoz képest az ő tette egy gyerektréfák súlytalan szórakozásokat fejjel. De maradjon meg bennünk most nagyon határozottan ez a kellemetlen mondat, ízlelgessük magunkban, és a következő felháborodásunk alkalmával legyen nyitva a fülünk, amikor csendben megszólal ez a belső hang, te vagy az az ember. Hogy is látom magam, miközben a másikat ítélem súlyosan, a közben azt mondom ki tulajdonképpen, hogy azt érdemli az a bűnös, aki valamennyien vagyunk, akik áthágják az isteni törvényeket önző módon, aljas módon, a másik érdekeit figyelmen kívül, hagyva és önmagukat mentegetve, te vagy az az ember. De a másik dolog, amit az igény kapcsán mindenképpen el kell mondanunk, és ez is példa Dávidnak ez a története, hogy vigyázzunk kell az értékítéletünk érzékenységére. Úgy fogalmaz egy helyütt az Új Szövetség, hogy felette igen bűnössé legyen a bűn. Nem kell túlzásokba esnünk. Emlékszem egy fiatal embernek egy kis evangéliumi gyülekezetben mondott bizonyságtételére, amikor azt akarta illusztrálni, hogy milyen mélyről mentette ki őt az Úr, hogy hát ő szörnyű múltal rendelkezik, és rákérdeztem, hogy mi történt, azt mondta, hogy vízilabdáztam. Na most, hát olimpia zajlik éppen,
Velencében történik mindenféle rúdosodás, kofaszkodás és egyébek, de hát odáig nem jutott el ez a fiatal ember, hogy később nagyon súlyosan bántalmazta a feleségét, aki öngyilkosságban menekült végül ezelől az eljárás elől. Felette bűnössé legyen a bűn, ne mentegessük azt, ne keressük ki óvót, ne mondjuk, hogy más is csinált ilyet már a történelemben, ne mondjuk, hogy ez nem is olyan nagy dolog, ne kezdjünk el Isten helyett ítélkezni önmagunk felett sem, ha magunkat ítélnénk, hangzik el az úrvacsora szereztetési igéiben, akkor nem ítéltetnék el. De amikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt elnek áldozhassunk. Tehát az úrvacsora egy kicsit a találkozáson kívül, az Úrral és egymással való közösségen kívül a magunkba tekintés alkalma is. Ennek a felismerése, hogy nem a másik bűne olyan izgalmas, hogy nekem azt bátran szóvá kell tennem, hanem közben nagyon kevéssé megértő kell, hogy legyek a saját bűneimmel szemben. A harmadik dolog, ami ennek a mai kis igénynek kapcsán fontos, hogy ott álljon előttünk, hogy mint mondtam az elején, bármi bárkivel megtörténhet. És most nem mentegetőző mondom, hogy emberek vagyunk, azok vagyunk, és ezen a földön nehéz úgy átvenni, hogy törvényeket és isteni törvényeket ismerjünk és értsünk, de ezzel nem mentjük persze föl magunkat, de van kiút ebből a helyzetből. De ahhoz ki kell tudni mondani azt, ami itt elhangzik, mert az a kezdete a megtisztulásnak, ki kell tudni mondani azt, hogy vétkezte. Vétkezte. Nem könnyű ezt kimondani. Mert rögtön 1000 gondolat jut eszünkbe, az egyik, hogy hát ezzel meginog a bennük való bizalom, lavinát indítunk el, aztán nem beszél arról, kik között mondom én ki ezt, hát egyik sem jobb a deáknék vásznánál, de ha nem jutunk el ide, hogy legyen bármi következménye dolognak, ki kell mondani, hogy végtisztem, akkor nincs gyógyulás, nincs változás. Végtisztem az Úr ellen, mondja Dávid, és akkor jön a válasz rögtön, de az Úr hajlandó ezt meghallani, de hát azt is látni kell, hogy a véteknek vannak visszafordíthatatlan következményei. Tehát látnunk kell, hogy a bűn nem magánügy, a bűn nem egyszerű dolog, nem lehet azt a bárányban föltámasztani többé, nem lehet igazán kárpótolni a szomszéd gazdát, még azzal sem a négy bárányt kapne, hát ahhoz a kis bárányhoz képest, amit tőle az erős gazdag elvett, akit ő úgy szeretett, mintha a lánya lenne, azt nem lehet négy bárányjal sem kárpótolni. De akkor is ki kell mondani, hogy végeztem. És meg kell engedni, hogy Isten valahogy ezt a dolgot, az igaz bíró, az irgalmas Isten tudja lezárni benne, körülöttem, és ugyan nem mindent tudunk helyreállítani, de az élet mehet tovább. És Dávid folytathatja a működését találáig, és maradhat Isten szíve szerint való királynak és példának, ami számunkra nem abban, hogy időnként megtehetünk ezt, azt az Úr úgyis majd megbocsát nekünk, hanem hogy éppen az ő története tartson vissza bennünket attól, hogy a hatalmunkkal, a helyzetünkkel visszaérve elkövessünk valamit, ami az Úr nem tetszik, ami az Úrnak nem tetszik, és amit nem hagyja szó nélkül. Isten segítsen meg hát bennünket abban, hogy megértsük, nekünk szól minden felháborító illusztráció ebben a világban, ha észrevettük, akkor is,
ha szóval tettük, akkor is nekünk is szól Isten igényének az üzenete, amely világosságra hoz, amely leleplez, és amelyben egyértelműen kell a bűnről beszélnünk, és határozottan kell a bűnbánat szavait is megtalálnunk, hogy Isten megbocsáthasson, hogy érvényes legyen az életünkben az az irgalom, amit tudunk Jézus. Azáltal, hogy magára vette bűnünket és meghalt értünk, az érvényesülhessen. Álljunk fel most is! Mindenható és örökkévaló Isten, mennyi édesetben köszönjük szent igédet, amit megítél. Segíts, hogy bátrak legyünk az igazság kimondásában, de közben el ne felejtsük, hogy mi is a te ítéletedre várunk, és csak a te irgalmad menthet meg, és ugyanakkor pedig imádkozunk mind a gyengékért, mind azokért, akikre a gazdagok, erősek irgalmatlansága árad. Segíts meg őket is, segíts minket is, hogy mindig mellettük tudjunk állni, de azzal az alázattal, amit a megváltott embernek éreznie kell. Amen. Tessék helyfoglalni és énekeljük a 32-es dicsőség első vers. Thank you.
köszönjük mindenható és örökké való mennyei atyánk közösséget, úrunk Jézus Krisztussal és egymással is, az ő bűneink bocsánatát. Köszönjük te irgalmadat, mert éljük, segíts, hogy legyünk őszinték és határozottak önmagunkkal, szemben, hogy felett a bűnös legyen bűn, magunkra tudjuk ismerni, mindig és le is elkozhassd a felülésünk, a megválásra az idei áldozatot adjunk, életünk végül. Amen. Egyetek békében, és az Úr legyen veletek. Énekeljük a megkezdett élet tartalmas versét, örök kőszállalmában. A droghasználat kérdéséről fog valamelyik munkatársunk beszélni, aki tehát rákattint erre a rádióra, az ebben részt vehet. Kedves barátunk adta ide ezt a meghívót, egyházzenei hangosztalat is lesz ma, szintén 5 órakor, tehát ha valaki minket is akar hallani, és a hangversenyt is, amikor választani kell, hogy egy kis ellenes rádiót az egyik fülére tenni, miközben a másikkal a hangversenyt hallgatja a Néprajzi Múzeum aulájában. Mendelszohn 42. Zsoltárát adják elő, Gál Tamás Lisztíjas érdemes művész vezénnyel, Szabán Angelika énekel és a Solideo Glória egyházzenei tábor énekar és szimfonikus zenekara, valamint fúvós együttese fog részt venni. Az adományokat pedig a hetednapi adventista egyház jótékony célú alapítvány, az adventista fejlesztési és segély alapítvány az ADRA javára kínálják majd fel. Jövő héten szerdán 7 órakor így javulna lesz, és hogyha 6 órakor mindig elkérdeztem 6 órakor, arra is mindenkit szeretettel várunk, és ha Isten megsegít bennünket, hogy 7 óra újra így találkozunk. Álljunk fel az áldásra, és az végén a megkeseltél utolsó versenyt énekel. Istennek képe, áldjon meg téged az Úr, és ő vizet meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajta. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet néked. Amen.